Tudta-e, hogy hamarosan Magyarországnak két fővárosa lesz? Köszöntöm a kedves nézőket, a hálózat tévé valamennyi kedves nézőjét, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meg legyünk. Köszönöm az Alexandra kiadónak, hogy ezen a gyönyörű pódiumon forgathatunk. Köszöntöm a fiatal párt, aki elfogadta a akik elfogadták a meghívást, Dévényi Ildikó és Moravesz Levente személyében. Szervusztok! Szervusz, üdvözlünk kedves nézőket! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és beszéljük még az elején, hogy civilben tegeződünk, hogy akkor talán most is így kéne beszélgetnünk. Hát Levente, mindenféleképpen a művésznővel kezdtem volna a sort, de hát mivel ráadásul rossz cipőben jár, hogy így mondjam, muszáj vele kezdeni. Ezt a sztorit meg kell osztanod velünk még, mielőtt elkezdünk beszélgetni rólatok, hogy miért a divatnak ezt a furcsa válfaját választottad Labelinek. Hát megtetszett, elmentünk. Ez az új modell? Modell, igen, szép formás. Horvát csizma. Horvát csizmának hívják, igen, és csak egy lábon hordható, igen, lehet váltani, továbbadható. Elmentünk végre az Adriára nyaralni, nagy boldogságban. Végre nem egy hét volt, hanem akár 12 napot is le lehettünk volna egy hajón, egy luxus hajón. Boldogan sóhajtoztunk, hogy milyen jó, milyen jó. Elmentem jetskizni, és eltört a bokám. Na most a jetski az egy... Be volt fagyva a tengerre? Nem. Azoknak az embereknek jó a jetski, akik le tudnak esni róla. Általában az emberek 99% le is akar esni. Az az 1%, aki nem volt hajlandó leesni, mert én erős vagyok, és majd én magamtól ugrom a tengerbe, akarok, az nem. És akkor hát így szépen alán fordult a bokám. Utána még másfél napig járkáltunk, meg mentünk vacsorázni, mert nekem kagylót kellett még enni az Adrián. És akkor aztán másfél nap után hazajöttünk egyenest a baleseti sebészetre, és mondták, hogy hurrá, el van törve. És azóta így vagyok, egyhetesek vagyunk így. Levente, hozzáfűzni valód van ehhez? Nincsen, hát ez így alakult. Ugye az ember szereti a bajban keresni az okozót. Ugye van egy ilyen ösztönünk, hogy mer, ha ő nem, mer, ha ő... Ne, itt próbáltuk, nincs. Nincs hát bűnös. De bocsáss meg, Levente, hogyha megpróbáltad volna lebeszélni a művésznőt, hogy ne menjen jetskizni, akkor ez nem történik meg? Te nős vagy? Igen. Igen? Jó. Szóval ja, érte, egy asszonyra lehet beszélni valamiről, ami... Ez szerintem teljesen reménytelen. És még... megérte. Hát meg, így van. Ez egy hét, ezt a maradék hét hetet már fél lábon kibírja. Azért néztem a jegyzeteimet, mert én megmondom őszintén, hogy amikor még ezeket összegyűjtöttem, akkor én nem tudtam, hogy gipsz. És azzal szeretem volna kezdeni, hogy a győri balettnél kezdted. Tehát ügyes voltál, hogyha érted a múlt időt, igen, akkor még. De erről a korszakról, hogyha most nem nézel a gipszet, igen, és mondanál pár szót. Győri balett korszakom az úgy volt, hogy Pécsről elkerültem Győrbe a tánckarba, ott még Eck Imre vezetése alatt, ahol... Nagyon jól ment, nagyon szerettek. Jó alkatom volt, helyes is voltam, fiatal is voltam, jól táncoltam, és a Markó Iván, aki akkor alapította a híres győri balettet, átjött hozzánk balettórára, és megnézett bennünket, és engem kiválasztott, hogy átvesz a balettba. És akkor mentem, tanultam a Carmina Buránát, hát most így utólag így álltam a balettterembe, és így néztem a fantasztikus táncosokat, ahogy tanulnak, és azt a csoda koreográfiát. És úgy gondolkodtam, néztem őket, és akkor éjszaka egyházban laktunk, a színészek, a táncosok, mindenki ott a Bartók Béla úton Győrben egyházban, és a balettmesteremmel, a Stimác Gabriellával mondtam, Gabi, gyere éjjel, ugye, hát már az is jó, hogy éjjel kettőkor kopogjunk át az Ivánhoz. Átkopogtunk, és akkor én mondtam az Ivánnak, hogy Iván, én nem szeretnék balettos lenni. Akkor ő ezt nem értett, tehát azt fény, álmodik, hát azt hittál, hát neki szerintem nem, még senki nem mondott, hát az egy dicsőség. Persze. És tényleg az. Én akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy most ez furcsa hangzik, hogy én nem szeretnék 25 éves koromra ilyen lábbal járni, áll az egész életemben csak kis facsarodva lenni, én szeretnék egy jó, én jó evő vagyok, ugye látszik is, de akkor nagyon vékony voltam, én szeretnék egy jó pörköltet, meg, tehát én nagyon szeretem az életet. Én nem szeretek semmit megvonni magamtól, se ételbe, se sportba, jetskibe, semmibe. Minden, igen, tényleg, igen. Egyébként. De abszolút, vállalom is érte a súlyokat, mi is, meg azt is. Meg is súly.
Itt most egy kicsit kanyarodjunk át akkor a Leventére is, mert hogyha lehet, akkor most te is meséld el az elejét a Leventének. Eddig mondjuk, körülbelül eddig a pontig, nem addig, amíg a művész nem esett, hanem hogy, tehát ja, értem, amikor igen. Levike még. Tehát amikor neked dőlt el, hogy hova mész, hova nem mész. Hát miután engem nem választott ki Markó Iván, mert soha nem találkoztunk, ezért én kénytelen voltam színésznek menni. Igen. Egyszerű. Én el voltam tiltva, tehát az édesanyám színésznőként kezdte és dolgozott, de utána édesapám lekönyörögte a színpadról, és mi úgy el voltunk a család, ugye négyen vagyunk testvérek, mi úgy el voltunk rekesztve a színháztól, nem akarták, hogy mi színházszagot fogjunk. Van normális foglalkozás is van, a világon. Igen. Én nálam ez úgy csapódott le, hogy effektív nem is tudtam, hogy mi az, hogy színház. De egyszer kimentem egy könyvvel, amit találtam a könyvespolcon, és azt mondtam édesanyámnak, hogy találtam valamit, hát ez olyan jó, hogy én ezt most elolvasom. És elkezdtem neki olvasni, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Tényleg milyen izgalmas az pedig. Elkezdtem magyarázni, anyámnak el kellett mondania, hogy színház, és hogy színész, és hogy az mit csinál, és hogy ez hozzátartozik. Csak én azt mondtam, ez 11 éves korom környékén volt, azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. És akkor onnantól kezdve én tudatosan arra hajtottam, és elmentem színművészeti főiskolára föl, vagy elmentem először a Pince Színházba. Igen, igen. Pince Színház után 18 éves koromban felvételiztem a színművészetire, elvégeztem a színművészetit, elkerültem a Radnóti Színpadhoz, majd 29 évesen azt hiszem, megszűnt a Radnótin a szerződésem, fölajánlottak egy pécsi szerződést, én meg úgy gondoltam, hogy ha már vidék, akkor az vidék, tehát ne egy város, egyik városból, mondjuk egy fővárosból, egy kisebb városba, hanem akkor a főváros, akkor az menjen, legyen vidék. Kerestem Pécs mellett egy igazi kis falut, ott vettünk egy házat, leköltöztem. Ott összeismerkedtünk. Na, ide akartam én elérni egyébként. Igen, úgy tudom, hogy a Levente mindig félrevonult a büfébe, írogatott, nem szólt senkinek, nem csajozott, nem udvarolt, csak volt, és neked volt egy vőlegényed. Lekerült Pécsre egy, szó szerint értsétek, egy hajszálvékony roncs ember. Mi azt tudtuk a színházban, higgyétek el, ez most erős szó, de így van, azt tudtuk a színházban, akkoriban a Levente folyt a vízcsapból is, Pesten. Tehát mi Pécset ütünk, és mondtuk, hogy jön a Moravec, a sztár. Jön a sztár, mi? És megérkezett egy összetört, egy roncs ember, aki a nagy sztárságból egyszer csak lezuhant. Valamiért, az is egy külön regény, hogy miért zuhant le. És megerőtt, ez nem bulizott. Vidékre költözött. Vidék, de a vidéken belül is a legvidékebb vidék, egy tanyasi házat vett meg, 25 kilométer, onnan járt be egy rozoga kocsival, egy ütött kopott kocsival, egy gyönyörű német juhász kutyával, hát ugye az nálam már egy nagyon nagy piros pont, és ült a sarokban, és szódavíz, még inni se jót, és szódavíz mellett, és állandóan írt. Nem, hogy gyanús. Hát de ilyen, ez nagyon gyanús, ilyen nem színész volt. Nincs ilyen színész nincs, nem iszik. Nem úgy értettem, nem akartam. Egy és ott ült, és minden darabban valahogy úgy hozta, hála Istennek a sors, meg a jó Isten, hogy együtt játszottunk, partnerem volt. Tehát egy közös darabban. Sikerült úgy alakítanod? Nem, akkor még ő legényem volt semmi, csak azt láttam, hogy nagyon tehetséges a pasi, és én nagyon szeretem férfiba, nőbe, gyerekbe, kutya. Én csak a tehetséget szeretem. Nagyon tehetséges. De ezt már neki is elmondtam, úgyhogy nem érdekes. Még hangosabban artikulálj szívem. És akkor ő ült ilyen depressziósan a klubban, és próba után, még ezt elmondom, igen? Jó, bocsánat. Csak, hogy próba után, ez a szomorú emberhez, én mindig oda mentem, és egy lapra rajzoltam egy piros pontot, és azt mondtam neki, szia, ma jó voltál, próbám piros pont. De ez semmi mellékszándék nem volt ebben. Semmi, én poénkodni akartam, persze. Ő nem mosolygott. Na, de várjál, innen akkor, mikor megkaptad ezeket a piros pontokat, akkor úgy utána... Nem tudom, azon gondolkoztam, hogy ha megölöm, akkor mennyit kapok. De komolyan, tehát ezek tényleg így voltak. Én azért úgy tartottam magam, Ildi meg a kis tűzről pattant Hopika, és ott ugrált körülöttem, és akkor ezért piros pontot, és ma ügyes voltál, és ez... Kész voltál tőle, mi? Abszolút. Gondolkoztam azon, hogy ha most megütöm, jó, akkor el kell szerződnöm, de akkor mit csinálok ezzel, a tanyasi házat megvette, nagyon pipa voltam rá. Állandóan össze kellett vele mondjam a szöveget. Odaig éljünk. Úgyhogy gondoltam, bocsánat, csak gondoltam, hogy egyszerűbb, ha feleségül veszem, mert akkor egy füst alatt akkor a szöveg összemondás. Amikor azt mondta Levente, hogy nem
mehetsz férjhez, ahhoz a másik emberhez, igen. És két hónap múlva elvett feleségül, akkor hát, ha nem piszkálod, ez azért így volt? Abszolút. Betiltottad az előzőt, és azt mondtad, hogy gyere. Nem, egyébként picit komolyra fordítva a szót, én tényleg azt éreztem, hogy tönkreteszi az életét, hogyha ahhoz az úrhoz megy, anélkül, hogy az urat bántanám, mert biztos egy nagyon... Meggondolom, Füli szerelmes lettél, ez a két apróság csak, nem? De ehhez még hozzá kell tenni egyébként azt, hogy nekem álmomban nem jutott eszembe, hogy én megnősülök. Arról volt híres, ő arról is volt híres, hogy az nem nősül, hát ez nem, vagy buktak rá, csak ő nem nősül. Hát ő annyira meg volt ijedve, hát mondta az anyukája, hogy majdnem elájult, mikor hazament, hogy mondta, hogy anya, nekem tetszik ez a lány, lehet, hogy elveszem, és majd elájult. Hát az emberi rózsát akar szagolni, nem vesz meg egy kertészetet, tehát ez egy totál. Igen, ez igaz. És ráadásul két, szó szerint értsétek, két hónap alatt történt az egy. Azt mondta, legyél a feleségem. Fölpattantam, elszaladtam, futkostam, futottam három kört, visszamentem, mondtam, jó. És két hónap múlva... Akkor onnantól én futottam, de... Igen. És soha többet nem kaptál piros pontot, innen volt a múlt. Innentől múlcsa, soha többet. Gondoltam. Na jó, hát nem, a Leventével is kellett kicsit azért kedveskednem. Nos, tehát összekerültetek, egyszerűsödött a helyzet, vagy nehezebb lett, mármint hogy a szakmai viszonylatban, hiszen hát akkor ugye... Úgy a Levente azt kérte, hogy szeresd az anyámat, szeresd a lovamat, és ne hozz haza a színházat. Jól emlékszem, ilyesmit mondod? Igen, nagyon felkészültnek tetszik lenni, piros pont. Nem, mert gondolkozom, hogy mi azért ismerjük egymást itt. Látod, egy embert ebből is le lehet azért mérni, hogy egy ember azt mondja, hogy a leendő fel, hogy szeresd az anyámat. Szeresd a lova, az állatomat. Tehát, hogy ez klassz fából vágták ezt az embert. És ami a házasságunk egyik sikere szerintem, hogy 21 év után is együtt vagyunk, és szeretjük egymást, hogy azt mondta nekem, hogy ha kilépünk a színházból, nem beszélünk színházról. És betartjátok? Hú, hát ő mindig betartotta. Én az elején, hát gondoltad, hát próbáról ki, és csak azon jár az eszed, és Levi, akkor most mondjuk össze, hogy mondjam, miért mondjam, és akkor azt mondta, hogy kicsim, akarod, hogy éljek? Ugye ő egy fáradt, kikészült ember volt, hogy éljek, hogy életben maradjak, mondom, ez az életem fő célja. Akkor kérlek szépen, hogy ne beszélj színházról, és akkor borzasztó nehéz volt visszafogni magam. Vagy aztán később ugye rendező lett belőle. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen feleséget rendezni? Bár tényleg komolyan kérdezem, tehát hogy a színpadon. Mondanám azt, hogy olyan, mint más művész, de ez az elején nagyon nem volt igaz. Nekem meséltél ezt, hogy azért kérdezem csak. Tehát akkor, amikor a társulat, tehát a színpadi, a darabbeli társulat rosszalkodott, és úgy Isten igazából megsuhintottam volna őket, de nem lehet, mert az nálam ugye elv volt, akkor azért ő kapott. Tehát neki, amíg a többieknek öt mondatot szabad volt mondani, csicseregve egy megbeszélésen, neki egy szót se. És sokkal többet kapott, mint a többiek, egészen addig, amíg egyszer eljutottunk odáig, hogy a társulat kvázi fölállt, és azt mondta, szóval szinte szó szerint, hogy Levente, ha még egyszer az Ildin töltött ki a mérgedet, akkor mi nem állunk veled szóba. És akkor jöttem rá, hogy rossz úton vagyok, onnantól kezdve átálltunk, és onnantól kezdve nincs. Ez hál' Istennek nagyon az elején. Az tény, hogy többet várok tőle, mint mástól, az a mai napig. Tehát teljesítményben is, viselkedésben is, mindenben neki nem szabad hibázni. Ki viseli jobban a nehézséget kettőtök közül? A kudarc egy színész életében nem jó szó, de azért mondtam, tehát a nehézség, maradjunk ennél, az akadályt ki viseli jobban? Ki segít, ki erősebb? Az mit életbeli gondoltam? Akadály, vagy a színpadi akadály? A siker? Nem, élet. Tehát az élet mondjuk egy ide szerződés, oda szerződés, innen el kell menni, oda kell menni, stb. Szerintem, ha egyetértünk, az akadályokat én bírom jobban, legalábbis úgy mutatom. Tehát nekem őt mindig tovább kell segíteni, aztán őt átlököm egy bizonyos gáton, és akkor ő már oldja az életünket. Tehát ő az agy, én pedig a szív és a megvalósítás és a meló. De hát már ez se igaz, mert az agymeló az ugyanolyan meló, mint. Tehát akkor őt át kell lökni, meg kell vigasztani, meg kell puszigatni, benneteket, férfiakat tovább kell segíteni, ha nekünk nagyon nehéz sokszor, természetesen akkor is, de ezt az ember vissza is kapja, tehát ezzel nincs gond, mert amikor én dőlök dugámba, akkor meg ő segít át engem mindenen. De így a bajokat jobban én viselem, sokkal jobban, igen. Egy kapcsolat, igen, azt hiszem, szóval egy kapcsolat mindig egy Don Quixote Sancho Panza kapcsolat. Azt hiszem minden jól működő kapcsolatban. Az egyik neki rohan a szélmalomnak, mert szentül hiszi, hogy óriás,
utána a másik fölemeli, leporolja, megpróbálja neki megmagyarázni, hogy ő szerint ez egy holland szélmalom, itt ezt nem kéne abbajgatni. De utána hagyja, hogy megint neki menjen, mert nem tehet mást. Uh-huh. Hát, ha egyszer kiderül a szélmalomról, hogy tényleg óriás. Én látom magam előtt, ahogy ott állok a szekrénynél, és hosszas keresgélés után kiválasztom a megfelelő ruhát. Átöltözöm, és fél órát billegek a tükör előtt. Majd gondosan arcot varázsolok magamnak, és 4 deci kölnit locsolok a nyaki ütőveremre. Ezek után bekrémezem a kezemet kókuszossal, hát a kezet csókol, majd bedobok az orcámba egy cukormentes mentolosat, és csodás anti-barbiként tűsarkuban kilibegyek a konyhába. Ott kókusz illatú kacsommal megfogom a szemetes vödröt, és elsétálok vele az utcai utcán. Azt tudom, hogy a vagina monológok után nem sok rendező kapkodott, de te megcsináltad. Én így hallottam. Akkor... Azzal nagyot lehetett volna bukni ugyanis. Igen. Sors. Többen a fejemhez vágták, hogy én ugyanis tisztelem, imádom, szeretem az operettet. Használják a fülemet hamutartónak, bármi, ezért vessenek, megérte. Én erre nagyon büszke vagyok, ez egy magyar műfaj, én ezt nagyon szeretem. Ide ki kéne tűzni, és boldogan kéne mutogatni, hogy kérem szépen, ez a miénk. Igen, mert hát ez magyar, ugye? Én nagyon tisztelem az operettet, akik ezt kitalálták már, mint ilyen szintre vitték. Íróilag, zeneszerzőileg, ezek a szakma nagy mesterei. Lassan elmondhatjuk, majd csak ez a miénk, úgyhogy... Igen. Igen. A többit már mint copyrightolja. És én ezzel akartam foglalkozni. Én a darabjaim 80%-a, amit rendeztem, azok mind operettek. Aztán egyszer úgy hallottam innen, onnan Mandinerből, hogy hát nem rossz, de hát egy operett rendező, hát nem komoly, szóval nem lehet vele, nem lehet egy színházat rábízni, hát egy operettet, aztán. És ez egyszer csak kezdte kivárni nálam a biztosítékot, és gondoltam, hogy jó, akkor most megmutatom, hogy tudok én mást. És éppen a kezembe került, akkor csináltam egy kereskedelmi televíziónak a című műsorába, én voltam a főszerkesztő, és kezembe került... Köszönöm, hogy segítettél a vágásban. Természetesen. És kezembe került egy hír, hogy New York polgármestere miután megcsalta a kedves feleségét, aki színésznő, kedves felesége úgy állt bosszút, hogy elvállalt egy szerepet a Vagina Monologok című darabba, ahol 280-szor hangzik el a női nemi szerv szó. Élesbe, egyenesbe. Mondom, akkor nézzünk egy jó botrányos. Akkor gyerekek, megmutatom, hogy az operettrendező tud mást is. Mert ugye azt úgy nem foglalkoztak azzal, hogy Ördög Szilveszter, Isten nyugtassa, Koponyák hegye, ami falatta a másikat, akkor a sikere volt a Lola Blau. Szóval ezt ugye elfelejtette a kedves kritika. No mindegy, találtam valakit, akiről tudtam, hogy ha valaki, megszerzi, behozza Magyarországot, megszerzi a jogot. Megbeszéltem vele. Először azt hitt, hogy hülyéskedem, tehát még 2 hét múlva is visszahívott, hogy te ez most komoly, mondtam, azt mondtam, egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy figyelj, itt a darab, nyers fordítás, olvasd el, és ahogy elolvastad, hívjál, mert akarok róla beszélni. Mondtam, itt van a botrány, itt van az én kitörési nagy pontom. Elkezdtem olvasni, és kezdtem sápadni. Elolvastam végig, pedig nyers fordítás volt. Elolvastam, és arra emlékszem, hogy 3/4 órát sétáltam le föl a lakásban, egyszerűen nem tudtam fölhívni a kollégát. Mert döbbenetes volt számomra ez a mű. Még így is, hogy nyers állapotban van. Akkor már éreztem, hogy ez nem az a botrány szag, amire én számítottam, de azt is tudtam, hogy nekem ezt meg kell csinálni. Akkor lefordítattuk, és együtt egyszerre mutattuk be a Thália Színház stúdiója és a Pécsi harmadik színház. De ez koncepció volt. Koncepció volt, hogy egy napon mutattuk be. Annyival, mert azért ennyi járt nekem, hogy miután ott stúdióba, tehát ott 19.30-kor kezdtek, mi viszont 19-kor, tehát Magyarországon lényegében mi voltunk az elsők, akik bemutattuk, vagy legalábbis elkezdtük. Ez azóta, hál' Istennek, megy,
hárman játsszák. Ildi, Nyertes Zsuzsak, Szantusz Barbara. Hihetetlen jó munka volt. Nagyon keveset jutottam szóhoz, mert a 4 órási próbából fél óra azzal telt, hogy valamelyik művésznő megérkezzen, hogy együtt legyenek. Utána másfél óra azzal telt, hogy elbeszélgetett a három nő egymással. Én ott ültem, és... Abban már te is benne voltál. Ja nem, akkor te hallgattál. Na, igen, nem, ők összefogtak, mind a hárman beszéltek. Ugye akkor itt már 2 órát tartottunk, miután kuriózum volt a dolog, lényegében nem tudtunk próbálni, mert a következő 1 óra azzal szólt, hogy valamelyik tévé-rádió újság megjelent, és riportot kellett adni, úgyhogy a 4 órából számomra mindig maradt 1 óra. Száraz, vatta csomó, hideg, acélszerszámok, tanga, ugye ez a legrosszabb? A tanga! Hogy ezt kitalálta ki? Előbb a kis fej, és aztán az a kaszáló szürke kar, és végül a test. A kicsiny tessők felől könnyező karjaink közé. Azért mutatom ezt a könyvet, mert az túl könnyű volna, hogy erről így a műsor vége felé, mert véges a műsorunk sajnos, hogy a Levente mesélne róla. Én nekem az a kérdésem, hogy te mesélj erről a könyvről. Hihetetlenül büszke vagyok a Leventére, hogy ezt megírta. Én tudtam, hogy ő mindig írt. Tehát én úgy ismertem. Úgy meghízom, hogy nem tudok kimenni a fotelből. Azt hiszem, hogy a legjobban ő az összes szakmájából, tehát rendezés, színész, írni szeret a legjobban, és tudtam, hogy jól ír, mocsok jól ír. A humora az fergeteges, az botrányosan jó. Hát ezért is vettem el, ugye, mert nagyon szeretem a humort. Elvetted? El. Ja, igen, azt mondom, igen, ezért is vettem el. Na most így könyvbe, hogy nekem is ilyen, amikor így meglátom, mindig így ilyen sírhatni, mert ilyen boldogságkönnyek, tudod, hogy a Levi, amit leírt, az meg is jelent. És amikor én olvastam, egy csomót ismertem már belőle, de egy csomó novellát nem, és amikor én olvastam, van egy novella, amit nem viccelek, egy nap alatt olvastam el, egy 9 oldalas novella, mert annyira folyt a szememből a könyv, és annyira röhögtem, és annyira mondtam neki folyamatosan, hogy de hülye vagy, de hülye vagy. Nem tudtam olvasni, mert annyira humoros volt a dolog. Tehát röviden csak ennyit, hogy imádom érte, és azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy hozzámentem feleségül. Köszönöm szépen, ajándék volt nekem, hogy itt voltatok. Én is adok ajándékot azért. Levente majd viszi, mert te nem tudod. Hát kapnátok egy ilyen könyvet, ha nem a Levente írta volna. No, mert az vendégem kapja, nincs nektek, akkor adok egyet. Akkor adok egyet ajándékba, tényleg mondom. Valamint az Alexandra kiadó jóvoltából természetesen 2 gyönyörű könyvet, valamint a Bokk pincészet jóvoltából 2 hedres bokküvét, ez nagyon jó lábfájásra állítólag. Igen? A Matthias pincészet jóvoltából 1 írsait, néhány hangzóanyag, igen, így van, a Nova Marodvik és a Nova Kultúrzenekar vadonatúj CD-t, a Pécsi Illetőségi Vivet Bacchus vadonatúj CD-t, a Originált és Kovacs a Torok CD-t kapott eddig majdnem minden vendégem. Nagyon büszkén viseltem, hogy itt voltatok, jobbulást kívánok, és köszönöm szépen, csókolom a kezedet. Mi is köszönjük. Köszönöm, hogy köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük mindenkinek. Az életünk része lett. Egy hely, ahol előttünk hever a világ irodalma, a tudomány legjava, a zene és a művészetek kimeríthetetlen tárháza. Az Alexandra utat nyitott ön előtt, hogy a legegyszerűbben jusson el a Gutenberg galaxistól a Neumann galaxisig. Járt már nálunk? Az ország bármely pontján megtalál bennünket. Cicero szerint egy szoba könyvek nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Mi is így gondoljuk. Hadd segítsünk önnek. Alexandra könyvesbolt. Egy BMW egyéniség. Egy BMW egyedülálló. Egy BMW egyet jelent az élménnyel. BMW 116i most 750 000 forint értékű ajándék Advantage és Comfort csomaggal, BMW finanszírozás esetén kaszkóval, havi 59.900 forinttól. Év után először énekelheted az öreg motorosokkal együtt, hogy tűzvarázsló, kék szemeddel égessel, vagy engedj el.
Az évvégi V-Motorrock Aréna bejátszó koncertje december 11. Szombathely, Aréna Szavária. December 19. Szeged, Városi Sportcsarnok. December 22. Debrecen, Phoenix Csarnok. December 27. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. Jegyek a nagyobb jegyirodákban már kapható. Katus Attila vagyok, aerobik világbajnok, személyedző. Tudom, hogy egészségem megőrzése nem csak a sportolás közben fontos, hanem a mindennapokban is. Ezért hordok mindig MBT-t. Vegye részt ingyenes talpvizsgálatokon és mozgásszervi tanácsadásukon szaküzleteikben. Keresse az MBT pontokat országszerte a www.mbtmagyarország.hu oldalon. Az ízlés tesz különbözővé minket, mégis vannak dolgok, melyek minden ember számára ugyanazt jelentik. A villányi dombok lankáin termő zamatos szőlőnedűje és egy fenséges lakoma hasonló gondolatokat ébreszt minden ínyencben. Villányban, a hordóborozóban, a pincesoron mi arra kérjük Önt, hogy hagyja hátra a mindennapok mostoha szürkeségét és a teremtés nagyszerű eszközeivel kényeztesse el Önmagát. A legnagyobb magyar slágerek és egy fantasztikus hang. Kovacs, a Torok. Szeress nagyon. Zene.hu. Minden, ami magyar zene. Zene.hu. Értékeinket az LDS vagyonvédelmi KFT rendszerében óvjuk. A Bence Show-t a Tracker Security védi. A Best of GSM-nek köszönhetően mindig és mindenhol elérhetőek vagyunk. Számítástechnikai berendezéseinket a Toner Plus Kft. Bocsátja rendelkezésünkre. Pénzügyeinket a Szigetvári Takarékszövetkezet, az ország legnagyobb takarékszövetkezete bonyolítja. Weboldalunk elérhetőségét és szolgáltatásait a Program Kft.-nek köszönhetjük. Budapesti forgatásaink alkalmával mindig a Swing Hotelben szállunk meg. Hangtechnikai berendezéseinket a Tajti Music áruházakból szerezzük be.